viszonylag rövid idő állt rendelkezésre, mert egy hónapunk volt összedni. Az MKPK kérése 2050-es részvétel volt a páplátogatás, hogy önkéntesként. Ezt mi el is vállaltuk, és szerencsésen is abszolváltuk a kérésüket. Első sorban nagyon fontos az, hogy a cserkészet, mint szolgálattevő feladat is megjelenik. A munkámban vagy a saját hozzáállásommal, a termiakállásommal próbálok egy kicsit én is hozzáállni ahhoz, hogy a szentekre így van. Tényleg helytállni, akár adott esetben az egyház felkérésére is segítve az egyháznak a rendezvényeit, jelen lenni, és nem csak mint díszlet, úgymond a cserkészek, hanem operatív, aktívan látják a NEK után az önkéntes vezetői az egyháznak, hogy képesek vagyunk nagyon komoly feladatokat ellátni. A Balta lényegében a biztonságért felelős, ebben beletartozik a munkavédelem, az egészségügy és az utak lezárása is a vonulásokkor, vagy a kontingens tagjai akadálymentesen juthassanak el az A pontból a B-be. Az én rajommal elsősorban az ültetésért és az áldoztatókatok kísérésért fogunk felállni. Ezen kívül, hogyha bármilyen feladat adódik ott a helyszínen, akkor ezeknek az ellátásába fogunk segíteni. Csisomai Pünkösdi búcsón is azt látom, hogy a zarándoklat a megérkezésnek a nagyon fontos, hogy én, aki várja. Valahol a mi szerepünk az a mi kis apróság, vagy a mi kis szerény dolgainkkal, hogy úgymond várjuk azokat a híveket, akik erre a személyiségre jönnek el. Én nagyon várom már ezt az alkalmat, és nagyon különlegesnek tartom, és szerintem egy nagyon jó megnyilvánulás lesz annak, hogy az egyház a fiatalokat is mennyire meg tudja szólítani. A jó Isten szolgálom a híveken keresztül, és mint ilyen, én úgy érzem, hogy ezzel most itt Budapesten 2023-ban ezzel talán az egyik legjobb módon tudom megoldani ezt a lehetőséget, ezt az alkalmat.